A viharok által okozott károk csökkentésének legfontosabb eleme a tájékozódás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyes időjárási viszonyok kialakulásának esetén azok valószínűségének és mértékének függvényében figyelmeztetéseket, valamint riasztásokat ad ki. Ezeknek az információknak a lakossághoz történő eljuttatását a katasztrófavédelem is segíti. A riasztások híre megjelenik az ingyenesen elérhető, bármelyik okostelefonra vagy táblagépre letölthető és személyre szabható vész alkalmazáson. Amikor már ismert, hogy hol és milyen veszély várható, meg lehet tenni a szükséges óvintézkedéseket. Alapvetően három veszélyes meteorológiai jelenségre vezethetők vissza a nyári viharok okozta káresetek. Ezek az erős szél, a hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapadék, valamint a villámcsapás. A katasztrófavédelem tanácsai között szerepel, hogy a saját környezetünkben zárjuk el vagy rögzítsük a kertben, erkélyen található tárgyakat, hogy a szél azokban vagy azokat felkapva ne okozzon kárt, az épület részekből vigyük biztonságos helyre háziállatainkat és ingóságainkat. A patakok és kisebb vízfolyások rövid idő alatt veszélyesen megáradhatnak, ne tartózkodjunk a közvetlen közelükben, és ne próbáljunk meg átkelni rajtuk. A nagy mennyiségű csapadék minden közlekedési ágazatban fennakadásokat és késéseket okozhat. Az utakon és az aluljárókban összegyűlt vízben elakadhatnak a gépjárművek, kerüljük el ezeket az útszakaszokat. Vihar idején lehetőség szerint ne parkoljunk gépjárművünkkel fa alá. Jelentős mennyiségű csapadék esetén áramtalanítsuk a pincét és a szuterénben található helyiségeket. A villámcsapás hatásai ellen villámhárítóval és az elektromos hálózatba kötött túlfeszültség elleni védelemmel tudunk védekezni. Baj esetén pedig hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Vihar idején a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba tömegesen érkeznek a bejelentések. A tűzoltók súlyosságok alapján sorrendet állítanak fel, és a legkritikusabb helyszíneken kezdik meg a munkát.